Ezután meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit ki tudunk deríteni Shame-ről, akinek vagy Noé első fia volt. Shame Noé legidősebb fia, és valószínűleg a H8034 héber kifejezésből ered, úgy mint név, megnevezés vagy elnevezés, hírnév, valakinek a jó híre, gúny, közmegvetés tárgya, valamilyen emlék, emlékeztető, műemlék vagy emléktárgy. Két karakterből áll Shame neve, az egyik a Shin, a másik pedig a Mem. Mint mindig, többféleképpen lehet értelmezni ezt is. Ha megnézzük, a Shin az a két metszőfog, mint karakter, és valamit éles dolgot vágni, nyomni, enni, elpusztítani, ezt jelenti, míg a Mem az a vizet jelenti, úgy, mint a szó, az ige, amely megtisztít, vagy vér. Ezen kívül káosz, ugye, amit a víz hozott az özönvíz idején. Shame neve tehát jelenteti azt is, hogy elpusztítani a káoszt. Ez ki fog derülni hamarosan, hogy miért is ezt választottam, hogy elpusztítani a káoszt, de egyébként érthető, hiszen a világban uralkodó káoszt, Yahuwah úgy döntött, hogy úgy fogja elpusztítani, hogy Shame leszármazottain keresztül az ő másiákját vagy megváltóját elküldi a világba. Shame neve először Bárasít 1 Mózes 5-ös fejezetben jelenik meg, a 32-es versben, mely így szól, és mikor Noé 500 esztendős volt, Nemzinnah vagy Noé, Shémet, Hámot és Jáfetet. Bárasít 9-es fejezet 18-as vers így szól, valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek, vala Shame, Ham és Jafet, Ham pedig Kanánnak atya, ezek hárman, Nach vagy Noé fiai, s ezektől népesedik meg az egész föld, tehát minden ember, aki ma a földön él, ennek a három embernek a leszármazotta. Nézzük meg a jól ismert történetet egy másik szemszögből ezúttal. Ez Bárasít 9-es fejezet 20-as verstől. Noé pedig földművelő kezde lenni, és szőlőt ültete, és ivék a borból, és megrészegedék, és mesztelenen val a sátra közepén. Ham pedig Hanánnak atya meglátta az ő atyának mezítelenségét, és hírül adá kin lévő két testvérének. Aki nincs tisztában a történettel, az a Hámról szóló részben ezt megértheti, mi inkább most a végeredményre fogunk koncentrálni. Shame, illetve Jafet letakarja ugye az atyuk mezítelenségét, és ezért így szól Noé. Mivel ők nem vettek részt ebben, áldott Yahuwah, Shame-nek hatalmassága, neki legyen szolgája Hanán, azaz Yahuwah, Shame-nek hatalmassága. Ezért gondoltam azt, hogy Shame, úgy mint Shin és Mem, az, aki elpusztítja a káoszt, hiszen Yahuwah ezt a vonalat választotta annak érdekében, hogy el tudja hozni az ő megváltását, másiákot a világra. A nemzetek táblája Bereshit 10-es fejezetben található, és itt olvashatjuk azt, hogy ez pedig Nach vagy Noé fiainak, Shémnek, Hámnak és Jáfetnek nemzetsége, és fiaik születének az özönvíz után. Shémről a 21-es versben ír, mégpedig így. Shémnek is lettek gyermekei, aki Héber minden fiainak atya, Jáfetnek testvérbátyja vala. Shémre utal ugye Shame az, aki Jáfetnek a testvérbátyja, és azért emeli ki Hébert, mivel ez az a vonal, ahonnan azután ugye Ábrahám és annak leszármazottai megszületnek. Aki esetleg vizuálisabb fajta, azoknak megmutatom, ez Noah, vagy Nach, Shame fiai, Elám, Asur, Arpaksád, Lud, Aram, Arpaksádnak a fiai Kénen, illetve Salá, azután Salá leszármazottja Éber, vagy Héber,
Héber vonalán Pélegtől egészen Teráig, Tera pedig Ábrahám atya, Ábrahám után Izsák, vagy Icák, Jákob és a 12 törzs. Héber tehát az a pátriárka úgymond, akinek a vonalából később Másiák született, ezért ő az, akit kiemel elsőként itt. Sém fiai egyébként, ahogy az előbb láthattuk, ez az öt karakter. Héber neve egyébként három szimbólumból áll. Ez a három szimbólum az Ain, ami egy szem, a Bet, ami egy ház, illetve a Res, ami egy emberi fej. A szem egyébként látást vagy víziót jelent akár spirituális értelemben, de emellett forrást vagy kutat is valaminek az eredetét. A Bet az ház, család, leszármazottak vagy törzs, Res pedig emberi fej, tehát a gondolatok, a vezetés, a vezető, valaminek a kezdete. Így, ha összeolvassuk és megpróbálunk kívülről befelé haladni, a két szélső karaktertől a közepe felé, akkor úgy értelmezhetjük Éber vagy Héber nevét, mint a vezető gondolatainak a háza, illetve az a kút vagy forrás, mely a vezető gondolatait tartalmazza, és az erre épült ház. Ha megvizsgáljuk a szónak az eredetét vagy az etimológiáját, akkor látni fogjuk azt, hogy Éber azt jelenti, hogy túloldal vagy túlpart, ellenkező vagy másik, szemben fekvő oldal, terület vagy tartomány. Amikor arról beszél, hogy valaki megtért, akkor az pontosan ezt jelenti. Aki átmegy a túlpartra, aki átmegy a másik oldalra, ezért volt Ábrahám, ugye Héber vagy Éber, aki átállt a másik oldalra, Babilonból át Jahua oldalára. Az abár szó pontosan ezt jelenti, átkelni, átlépni, áthaladni, keresztül menni, elmenni, átvonulni. Mind-mind ezek a kifejezések arra utalnak, spirituális értelemben, ahogyan Ábrahám, illetve mindazok az emberek, akik őt követik, átmennek egy másik tanításba, és ezáltal a Tora oldalára. Villámgyorsan nézzük meg, hogyan jutunk el Sémtől Ábrámig, vagy Ábrahámig. Sémmel kezdődik a vonal Arpaksád, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah és Ábrám. Ezen a táblázaton pedig láthatjuk az időrendet is. Ezt ki lehet számolni, hogyha megnézzük, ki hány éves volt, mikor született a gyermeke, és ezek alapján eljuthatunk Ádámtól ezen a példán Józsefig, nagyjából a kezdetektől, a teremtéstől 2400-ig. Ez az apró táblázat itt lent pedig azt mutatja, ahogyan az életkorok csökkentek, eleinte ugye 900 év körülig éltek az emberek, Noa volt az utolsó ezek közül, azután pedig folyamatosan, fokozatosan csökkent az életkor, még Ábrahám, Izsák, Jákob, József 150 év körülig éltek, míg mai napig eljutunk olyan nagyjából 70-90 évig. Megmutatnám ezt a térképet is villámgyorsan, ez a nemzetek táblája 1 Mózes 10-11-es fejezetek alapján. Nagyszerűen mutatja ez is, ahogyan Jáfet fiai északra vándoroltak, Hám fiai Afrika felé, és Sém fiai megmaradtak a mai közel-keleten, illetve Ázsia déli és dél-keleti részén. Még egy dolgot szeretnék megmutatni, ez csak érdekességkép. Péleg Héber egyik fia, ki van emelve, ugye két fia volt, Péleg volt az egyik, Joktán volt a másik. Ha megvizsgáljuk Péleg nevét, akkor azt találjuk, hogy három karakterből áll, a Pei vagy Fej, Lamed és a Gemel. A Pei karakter az egy száj, míg a Gemel az a láb, és a Lamed az egy pásztorbot, vagy egy pásztor. A száj az beszélni, dicsérni, imádni valamit, vagy szétszórni, szétfújni, vagy pedig határ. A lamed az vezető, tanító, védelmező, vagy terelő. Míg a gimel, mint láb, ez az élet út, terelni valakit, üzenetet közvetíteni, de egyébként ruák halkodás,
vagy a Szent Szellemnek is ez az egyik ábrázolási módja. Érdekes, hogy a száj, a láb, illetve a vezetés egy szóban jelenik meg, ami Pélegnek a neve. Meg fogjuk nézni, hogy mi a jelentése Péleg nevének, de ezek alapján az egyik, amit össze tudunk rakni belőle, az az, hogy szétszórni, vagy szétfújni az élet úton, vagy a különböző utakon szétterelni a vezető vagy a tanító által. Nézzük, hogy mit is ír Barashit Pélegről, ugyanis egy megjegyzés hozzátesz. Az egyiknek neve Péleg, mivel hogy az ő idejében osztatott el a föld. Ez a szó osztatott el, ez maga Palag, ugyanaz a karakter, csak más hangzása van, elosztatik, felosztatik, hasít vagy felhasít. Egyesek feltételezik, hogy a föld szétosztatása vagy szétszakadása kifejezés az ős kontinens tektonikus feldarabolódására, így pedig az óceánok és a mai kontinensek kialakulására utal. Ugyanis Péleg neve ezt jelenti. Ha megnézzük magát a nevet, Péleg, ez a H6388-ból ered, ami a héber kifejezés Peleg, hasadás útján létrejövő árok, hasadék vagy szakadék, mesterségesen kialakított csatorna vagy kanál is, H6385, Palag, elosztatik, felosztatik, hasít vagy felhasít, mint ige. Amikor valaki arra keresi a választ, hogy hogyan lehetséges az, hogy a kultúrák oly hasonlóak, a gondolkodásmód viszonylag hasonló, a kifejezéseink hasonlók világszerte, még akkor is, ha a nyelv más, illetve az építészet és a hagyományok, akkor arra a válasz az, hogy ez úgy lehetséges, hogy először egy kontinens volt, ami azután szétdarabolódott különböző részekre, így az emberek, akik azon maradtak bizonyos részeken, tovább vitték a hagyományokat, és azután eltérő módon fejlődtek végül is ugyanabból a forrásból. Így tehát Péleg idejében történt meg ez a felosztás, amikor is a vezető szétosztotta a földrészeket, hogy eltávolítsa egymástól az embereket a bűn miatt. Ezért van az, hogyha ránézzünk a térképre, akkor nagyszerűen észrevehetjük azt, hogy a kontinensek egymásba illeszkednének, hogyha összetolnánk az egészet. Ugyanezt a történetet megerősíti Divri Hayemim, Krónikák első fejezet, ahol a 19-es vers így szól: Hébernek is lett két fia, az egyik neve Péleg, mivel hogy az ő idejében osztatott el a föld. Ez pedig itt természetesen Lukács 3-as fejezet, ahol is Jausá Másiák családfáját láthatjuk, egészen Elohimtől, és a 36-os versben megtalálhatjuk Sém nevét. Ha megnézzük Josephus krónikáját, akkor azt látjuk, hogy Sémet ő Nach vagy Noah harmadik fiaként említi, azonban abban megegyeznek, hogy öt fia volt ezután. Ezután megtudhatjuk, hogy ez az öt fiú Sém leszármazottai az Eufrates folyótól keletre telepedtek le, egészen az Indiai óceánig. Josephus azt írja, hogy Elámtól származnak a perzsa népek, akik nagyjából ma Irán, Assúrtól származnak az asszíriaiak, akiről megjegyzi, hogy a legszerencsésebb nemzetté váltak a többin felül. Arpaksád lett a káldeusiak őse, míg Arám leszármazottait, ugye az arámiakat ma szíriaiaknak hívjuk, illetve a görögök szíriaiaknak hívták. Lúd leszármazottai pedig a lidiaiak, szintén hozzáteszi, Péleg idejében volt felosztva a föld, illetve ez volt az az időszak, amikor a népek szétterjedtek a földön. Sémről szóló bejegyzésében megjegyzi, hogy Tera vagy Ábrahám atya, aki 292 évvel az özönvíz után született, és a tizedik volt Noa után. Tera egyébként 205 éves volt, és ekkor már az ember életének a hossza ugye folyamatosan csökkenőben volt, egészen Mózes születéséig tudhatjuk meg Josziphustól. Hiszen Elohim 120 esztendőben határozta meg az ember éveinek számát, és Mózes pontosan 120 évig élt. Jubileumok könyvében, a 4-es fejezetben, a 33-as versben azt olvashatjuk, hogy a 25. jubileumban
Nahor Noé feleséget vett magának, akinek neve Emzára volt, Rákhél lánya, az apja testvérének lánya. Az ötödik év hét első évében, annak a harmadik évében született Sem, az ötödikben Ham, a hatodik év hét első évében pedig Jáfet. Érdekes módon Jásár könyve nem ért egyet ezzel, illetve nem egyezik meg, ugyanis itt Jahua azt mondja a Noénak, védj magadnak feleséget, nemz gyermekeket, mert téged látnak igaznak magam előtt ebben a nemzedékben, és te fogsz magot támasztani, és gyermekeid veled a föld közepén. És Nah vagy Noé ment feleséget vett, és Naámát vette feleségül, Hanok vagy Énok lányát. Sőt, a gyermekek sorrendje sem egyezik meg Jásár könyvében, itt ugyanis Jáfet volt az első, mivel hogy azt mondta, Elohim megnövelt engem a földön, ez Jáfet, újból fogant, és ezután Semnek nevezte a gyermeket, Elohim maradékot adott nekem, hogy magot támasszon a föld közepén. Ezért ugye érthető jobban, hogy Péleg idejében, ha felosztotta a földet, mindaddig a föld közepén éltek az emberek. Jubileum a könyve 7-es fejezet számol be arról a jelenetről, amikor Hám felfedi atya meztelenségét, és a 9-es vers így szól, és Sem vette öltözetét, és felkelt, ő és Jáfet, és az öltözetet vállukra helyezték, hátrafelé mentek, eltakarták atyuk szégyenét, és arcuk hátrafelé volt. 11-es versben megáldja Semet, és ezt mondja, áldott Jahua Semnek hatalmassága, és Hanán legyen az ő szolgája. Elohim meg fogja növelni Jáfetet, és Elohim Sem lakhelyében fog lakozni, és Kanán szolgája lesz neki. Míg ugye a kánon azt írja, hogy Jáfet fog Sem lakhelyeiben lakozni, itt Jubileumok könyvében azt olvashatjuk, hogy Elohim fog ott lakozni. Jásár könyve szintén tartalmazza a 7-es fejezetben a nemzetek tábláját, ugyanúgy, ahogyan a kánon. Jubileumok könyve tovább folytatja a történetet, és megtudhatjuk, hogy Jáfet, illetve Hám letelepedtek különböző helyeken, városokat építettek maguknak, míg Sem atyával, Noéval lakott és városépített közel atyához a hegyekben, és ő is felesége neve után ezt elnevezte Sedeketelebábnak. Tovább folytatván a krónikát látjuk azt, hogy három város fekszik Lubár vagy Ararát közelében, ez a Sedeketelebáb a keleti oldalon, ami Semhez tartozik, míg Hám városa délen és nyugati irányban Jáfet városa. Ez az a pont a Örményország és Törökország határán, ahol az Ararát hegység található, nyugatra Jáfet, keletre Sem, délre pedig Hám helyezkedik el. Úgyhogy ha megnézzük a térképen, láthatjuk ismét, hogy ez lesz a nemzetek felosztása, nem csak hogy Josziphus, de a kánon alapján is. Jubileum a könyve 8. fejezetben olvashatunk Pélegről. A 6. évben fiút szült neki, Azurád, és nevezte annak nevét Pélegnek, mert azokban a napokban, amikor született, kezdték Nah vagy Noé fiai felosztani a földet maguk között, ennek okáért Pélegnek nevezte, és miután felosztották maguk között, titokban elmondták, utána ugye Noénak titokban osztották fel, és elmondták Noénak. Három részre osztották ezt maguk között Sémnek, Hámnak és Jáfetnek örökségeik szerint az első év első hetében, mikor egy közülünk el lett küldve hozzájuk, hogy velük legyen. És az írás szerint Sémnek a föld középső része jutott örök részül, melyet elfoglalhatott maga és gyermekei számára az örökkévalóság nemzedékein át. Ez a rész 17-es vers sorsvetés által Sémnek és fiainak jutott, hogy birtokolják azt mindörökké nemzedékeiken át. Noé öröm töltötte el, amiért ez a terület Sémnek és fiainak részeként jutott, és emlékezett mindenre, amiket saját szájával profétált meg, mikor azt mondta, áldott legyen Jahua Sémnek hatalmassága, és lakozzék Jahua Sém lakhelyei. Még megjegyzi a végén az, hogy ez az a föld, ami jutott Jáfetnek, és fiainak örökségül, hogy birtokolja magának és fiainak nemzedékeiken át örökké 5 nagy sziget, 1 nagy földrész északon, de ez ugye hideg, mint ugye Európa és Ázsia, míg Hám földje forró, Afrika is, ami délre van, Sem földje pedig változóan forró és hideg. Ez az, amit ma Közel-Keletnek nevezünk, illetve onnantól egészen nagyjából India, Indiai óceán.
9-es fejezet, ugyanitt a második vers így ír: Sem szintén felosztott a fiai között, az első rész Elámnak és fiainak jutott, a Tigris folyótól keletre, egészen India egész földje, a Vörös-tenger partjai, Dédán vizei, Mebré és Elám minden hegyei, Susán minden földje, és minden, ami fárnak, oldalán van Vörös-tengerig a Tína folyói. Hogyha megnézzük, hogy melyik területekről beszél, akkor láthatjuk továbbá, hogy Assúrnak jutott a második rész, Assúr és Ninive, Sinár, minden földje egészen India határáig, amely körülveszi a folyót. Árpaksárnak jutott a harmadik rész, ez ugye a káldeusok vagy a káldok területe, Eufrátesztől keletre, Vörös-tenger, Egyiptomra néző tengernyúlvány közelében Libanon, Sanir, Amána, egészen az Eufráteszig. Arámnak jutott a negyedik rész, úgy mint Mezopotámia, mai Irak, minden földje Tigris Eufrátesz között, Kádoktól északra és Assur hegyeinek határáig. Ludnak jutott a rész, Assur hegyei, minden, ami azokhoz tartozik, míg eléri a nagy tengert, míg eléri Assurnak testvére határának a keleti végeit. A terület, amiről beszél, az a földközi vagy a mediterrán tenger, a vörös tenger, arab félsziget és ettől egészen Indiáig elterjedő, amit gyakorlatilag közel-keletnek hívunk, ez sem területe. Északon pedig Törökország, illetve a Kaszpi és a Fekete tenger. Fekete és a Kaszpi tenger. Ebből is nagyszerűen látszik, hogy nem jöhet ki az, hogy az európai nemzetek sem leszármazottai sehogyan sem lehet kihozni ebből. A Smith Biblia szótár sem bejegyzésnél azt írja, hogy 98 éves volt az árvíz idején sem, és szintén részese volt Elohimmel kötött szövetségnek, 630 évesen halt meg. Szótár azt is felfedi, hogy a területek, melyeket nekik ítéltek, ez Lídia, Szíria vagy Arám, Káldea, Árpaksád és a Szíria, Assur része, Perzsia, Elám része, illetve az arab félsziget, ez Joktán öröksége volt. Ez a Nemzetközi Standard Biblia Enciklopédia sem bejegyzése. Itt csak arra fogunk fókuszálni, hogy a területek, melyeket sem leszármazottai birtokoltak, azok Nyugat-Ázsiának a legnagyszerűbb szakaszai, és a mediterrán tengertől Elámig terjedtek. A Wikipédia Elámot egyébként Iránnal azonosítja, és arról beszél, hogy ugye itt a Perzsa-öböl partján helyezkedik el Elám. Ha megnézzük a Föld térképén, akkor mediterrán tengertől egészen Elámig, azaz a mai Irán területéig, gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy Josephus írta, India és India folyói. Még egy érdekesség, az pedig az, hogy a szótár szerint általánosságában sem jelentése annyit tesz, mint angolul a kifejezés dusky, ami az alkonyatra utal, illetve arra, hogy sötétedik már a nap végén, a látási viszonyok romlanak, illetve én úgy gondolom, hogy a bőr színről beszél, míg hám annyit tesz, hogy fekete, Jáfet pedig annyit, mint világos, tökéletesen értető, hogy a naplemente utal Semre, hiszen a három fiúnak a bőr színe, illetve azoknak az árnyalatai így változtak. A másik lehetséges jelentése, illetve hát valószínűleg ez is fedi a valóságot, Sem, ugye annyit tesz héberül, hogy név. Még egyszer láthatjuk a területek felsorolását: Szíria, Palesztina, Káldea, Asszíria, Perzsia, illetve Arábia, a területek, melyeket sem leszármazottai birtokolnak. Befejezésül nézzünk meg még egyszer néhány táblázatot, ez Sémtől a leszármazást ábrázolja Ábrámig: Sém, Árpaksád, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terá és Ábrám. Nagyszerűen látszik az is, ahogyan az embereknek az életkora fokozatosan csökkent, ahogyan azt Jahua megmondta. Ez egy még nagyszerűbb térkép, illetve ábra, ez Adámtól vagy Ádámtól egészen Jahuszefig vagy Józsefig megmutatja a családfát, legalábbis a férfiakat. Itt láthatjuk Ádámtól Noáig, illetve Sémtől Jahuszefig vagy Józsefig.
Ez a kis ábra bal oldalt alul pedig mutatja az életkornak a változását az idők folyamán és a generációk alatt. Ezen a térképen ismét csak láthatjuk, hogy hogyan alakult a felosztása a Földnek. Jáfet északra került Európába, illetve Észak-Ázsiába, Sem megkapta az arab területeket, illetve Ázsiának a déli részét, Hám pedig Afrikát és mindent, ami ettől a régiótól nyugatra van, és délre. Ezen talán egyszerűbb megfigyelni nemzetek táblája Bereshit 1 Mózes 10-11 alapján. A kép ugyanaz, mint az előbb, Jáfet északon, Hám délen, Sém pedig keleten. Hiszen amit a központjának hívunk a Földnek, az gyakorlatilag az, ami a mai Izrael területe, illetve attól egy kicsit keletre. Ez az, amit Sem kapott meg, illetve ettől keletre, ettől délre Hám, északra pedig Jáfet. Ezek után mindenki számára világosnak kell lenni annak, hogy az európai nemzetek nem lehetnek Sem leszármazottai. A másik dolog, aminek egyértelműnek kell lennie, az az, hogy a közel-keleten nem lehetséges az, hogy egy európai bőrtónusú vagy bőrszínű ember éljen. Bárki, aki volt a közel-keleten, vagy akármelyik mediterrán országban, tudnia kell, hogy az a hófehér, vagy általánosságában véve fehér bőrszín, ahogyan ábrázolják a megváltót, az nem lehetséges ezeken a területeken. De az igazi Izrael sorozat későbbi részeiben meg fogjuk nézni azt, hogy az írás, a kánon hogyan bizonyítja azt, hogy azok a szereplők, akikről mi olvasunk az úgynevezett Bibliában, és főszereplők, a proféták, az apostolok, a megváltó, a pátriárkák, egyike sem volt mai szóhasználattal élve fehér ember. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!